Számítottam rá, és be is igazolódott az, amire vártam. Vannak olyan boltok, amik hamarabb kiadták a Crash Bandicoot 4-et, és így már játszhatják bizonyos játékosok azt a játékot. Még játékmenetet nem láttam, és nem is keresek rá, vagy ilyesmi, viszont a trófeákat már meg lehet nézni. Ezeket én megnéztem, hogy akkor hogyan készüljek a játéknak, és sok olyan információ így kiszobárgott, ami spoileres terület. Ebben a videóban megnézzük, hogy mik azok a trófeák, amiket el lehet érni a Crash 4-ben. PlayStation-en trófeák vannak, Xboxon achievementek, és hogy miket kell tenni ahhoz, hogy ezeket megszerezzük. Bosszok legyőzése, különböző tárgyak gyűjtése, nagyon sok mindenről szó lesz itt. Le fog lőni dolgokat a játékban, hogy mire számíthatunk, úgyhogy aki nem szeretné ezt és teljesen frissen akar játékhoz neki kezdeni, az akkor most hagyja el ezt a videót. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash Bandicoot 4-es videóban. Kezdődnek a Crash 4 videók, ugyanis holnap fog megjelenni, és én holnaptól tudok feltölteni játékmenet videókat. Október 2-a közeledik. Várod már a Crash 4 végigjátszásom, akkor egy lájkot dobhatsz, mindennapi Crash videókért feliratkozz. Szóval akkor vágjunk bele a trófeákba, mindenki elhagyta a videót, aki nem szeretne bizonyos spoilereket. Egyébként megtekinthetitek ti is a truetrophies.com oldalon, ott ha beírjátok a Crash 4-jel akartok találkozni, akkor elvisz erre az oldalra. Szóval 52 PlayStation-es trófea van ebben a játékban, ez azt jelenti, hogy 51 darab dolgot kell nekünk teljesíteni, annyi achievement lesz az Xboxon, és akkor az utolsó, az 52. trófea, az a Platina trófea, ez többnyire majdnem mindegyik PlayStation-es játékban benne van. Platina trófeát akkor kapjuk meg, ha az összes többit megszerezzük. És Master Marsupial a trófea neve egyébként itt PlayStation-en. Egyébként 10 darab különböző csoportra bontottam a trófeákat, így csoportonként fogunk végighaladni. Ezek a csoportok a könnyű trófeák, a maszkos trófeák, bossos trófeák, drágaköves trófeák, relikviás, idővonalas, invertált módos, multiplayeres, befejezés és az egyéb trófeák. Ezeket csak úgy tudtam becsoportosítani, hogy amit leírnak, nem biztos, hogy valójában ilyen egyebes trófea lesz, vagy könnyű lesz az a trófea, viszont ahogy elolvastam a leírását, én így csoportosítottam bele, vágjunk is bele ebbe a 10 csoportba. Az első a könnyű trófeák, van egy olyan trófea, hogy crouch or slide into a double jump. Ez gondolom csak annyi, hogy csúszunk egyet, és utána duplán ugrunk, és akkor meg is van ez. Ez azért van, gondolom, ez a trófea benne, hogy megpróbáljuk ezt a manővert, hogy csúszunk és duplán ugrunk, hogy akkor milyen messzire, vagy hogyan tudunk ugorni és közlekedni a pályákon. Következő, hogy teljesítsünk egy bónusz pályát, ez sem túl nehéz, ez benne volt az Ancient Trilogy-s részekben is. Van egy trófea, ami azt kéri, hogy egy történetes pályát halál nélkül teljesítsünk. Itt érdekes, hogy ki van emelve, hogy story level, nem akármilyen pályát, hanem a történetbeli pályát kell halál nélkül teljesíteni, és akkor vannak továbbiak is, gondolom, itt a flashbackre gondol, vagy az idővonalas, vagy az invertált módos. Ezután tettem a flashback tépes trófeát, ami azt kéri, hogy szerezzünk egy flashback tépet, mert ha már halál nélkül tudjuk teljesíteni, akkor gondolom meg lesz a flashback. Van egy olyan trófea, hogy complete a level as Coco-ként kell teljesíteni egy pályát, ez egyértelmű. Utána van egy trófea, ami azt kéri, hogy próbáljunk fel egy skin. Ami a skinekről szólt, ilyen reklámozás és előzetes, az írta, hogy a második pálya után lehet majd skineket felvenni, ha jól emlékszem. De így a játék elején, de nem egyből lehet. Szóval volt itt kettő olyan trófea, ami nem tudtam biztosan, hogy ez ide tartozik vagy nem. Az egyik azt mondja, hogy pull off a triple spin, tehát hogy csinálj egy tripla pörgést. A másik pedig, hogy defeat an enemy with a triple spin, hogy győzzünk le egy ellenfelet ezzel a tripla pörgéssel. Na most ez két gondolatom volt. Az egyik, hogy csak nyomogatjuk gyorsan a pörgést, és akkor az egy tripla pörgés lehetséges, vagy pedig ez az akános képesség, ami olyan gyors pörgés, aztán nem tudtam eldönteni, hogy akkor most arra így külön erre a maszkra lenne akkor két trófea, nem biztos, hogy az lesz. Lehet, hogy akkor feloldunk képességet, még az is lehet, de ezt nem tudom. Akkor szerintem lenne egy olyan trófea, hogy szerezd meg ezt a képes, nem vagy ne? Na jó. Jön a második csoportosítás, a maszkos trófeák. A négy maszkról szólnak, hogy találkozzunk és ismerkedjünk meg velük, Akanoval, Ika-Ikával, Lani-Lolival és Kupunavával. A legelső, akivel meg tudunk ismerkedni majd, az a Lani-Loli, őt is láttuk elégszer az előzetesbe, szóval ez nem túl meglepő. Jön a harmadik, ez a bossos csoport. Bossos csoportban aztán vannak bizonyos spoilerek, tényleg. Első dolog, le kell lesz győzni majd Neocortexet, és van egy olyan trófea is, hogy győzzük le Neocortexet megint, tehát kétszer fogunk Cortex ellen küzdeni. Nem tudom, hogy ez a nagy befejezéssel kapcsolatos-e, úgy mint a Crash 3-ban, hogy le kell egyszer győzni, aztán befejeződik a játék, de legyőzzük még egyszer, és akkor már egy igaz befejezés lesz. Ezt még nem lehet tudni, de hasonlít, szerintem olyasmi lesz. Aztán van egy trófea, hogy győzzük le Embryót, szóval Embryo nem csak így a flashback pályákon fog hallatszódni, hanem tényleg egy boss lesz Embryo. Aztán Engine is
is itt van, hogy győzzük le Engine-t és az ő Weapon of Mass Percussion fegyverét, vagy valami nagy fegyvere lesz, gondolom. Lehet az a dobolaós nagy robot szerintem, én annyit láttam az előzetesbe. És akkor itt van az egyik legnagyobb spoiler, amit igazából beletettek egy képbe, ami a honlapon szerintem megtalálható. Képen ott oldalt van, ott van Entropy, meg mellette még egy Entropy, csak kicsit másabb az arca, és ez a trófea megerősíti, hogy itt bizony akkor valamilyen különböző tropikról beszélünk. Azt mondja az trófea, hogy győzz le Entropy doktorokat, többes számban van írva, hogy doctors, és a trófea címe pedig az, hogy Twin Sanity, úgyhogy lehetséges, hogy ők akkor ikrek, vagy pedig, hogy különböző univerzumokból jöttek, hogy ikrek, lehetséges, hogy akkor az is. Ezzel befejeztük a bosszos trófeák. Jönnek a drágaköves trófeák, és akkor van 1, 2, 3, 4 darab színes drágakő. Érdekes, mert azt írja, hogy kék, zöld, piros és sárga, ezt a 4 szint írja. Viszont valamelyik előzetesben olyan volt, mintha egy lila drágakő hely lett volna, az pedig itt nincsen felsorolva. További drágaköves trófeák pedig úgy hangoznak, hogy szerezzük meg az összes sima drágakő felét, szerezzük meg az összes sima drágakövet, és szerezzük meg az összes invertált drágakövet is. Úgyhogy ez elég lent, melyik külön vannak. Jönnek a relikviás trófeák, úgy hangzanak, hogy van egy olyan, ami egy sima időrelikviát szerezzünk meg, aztán a következő fokozat pedig, hogy szerezzük meg az összes platina időrelikviát, szóval itt nincsen ilyen, hogy arany vagy zapír, mármint lehet megszerezni, csak nem lesz úgy külön trófea hozzá. Aztán van egy újabb trófea, ami azt kéri, hogy szerezzünk meg egy flashback relikviát, szóval a flashback pályákon is lesznek relikviák, na azok aztán ne ezek lesznek, úgy gondolom. Van külön egy olyan trófea, hogy szerezzük meg az összes platina flashback relikviát, szóval az még nehezebb lesz, és még nincs vége. Van egy olyan trófea is, hogy szerezzünk meg egy őrületesen tökéletes relikviát. Ez feltételezem, hogy egyel nagyobb, mint a platina. Tehát úgy, ahogy a Crash Team Racing Nitro Fueled-ban vannak ezek az időpróbák, hogy Entropy, Oxide, Velo és a fejlesztők. Na most itt ez az, hogy Zafir, Arany, Platina és Insanely Perfect. Tehát, hogy őrületesen tökéletes. És az utolsó ilyen relikviás trófea pedig azt kéri, hogy az összes ilyet szerezzük meg. Hát ez lesz az utolsó, már előre látom, hogy ez fú. Az idővonalas trófeákból kettő van, az egyik azt kéri, hogy teljesítsünk egy idővonalat, aztán a másik, hogy teljesítsük az összeset, gondolom akkor lesz ez jelezve, hogy melyik pályán akarunk menni, és csak annyi a feladat, hogy összeket teljesítjük, de gondolom a drágakövesbe benne lesz az is, hogy ott is megszerezzük a drágaköveket, tehát azért teljesíteni kell őket is szépen, csak külön így az idővonalasra ezt a kettőt olvastam. Jön az invertált módos trófeák csapata, 3 darabot találtam, ami külön kiemeli az invertált játékmódot. Az egyik az, hogy teljesítsünk egy pályát az invertált játékmódba, utána, hogy egy boss győzzünk le invertált módba, és a harmadik, hogy teljesítsük az összes pályát invertált módba. És itt van egy érdekes, ugyanis itt az ikon, hogyha ráközelítünk, akkor látszik, hogy 43 van odaírva. Ezt gondolom lehet, hogy azért, mert hogy 43 ilyen invertált pálya lesz, de az az érdekes még, hogy amikor az előzőleg mondtam az Insanely Perfect relikviát, ott pedig az van írva, hogy 38. Na most akkor hány pálya van? Vagy valamilyen pályát nem lehet relikviázni, és azért van így, hogy hát szóval ez érdekes, de szerintem már az is nagyon király, hogy mondjuk 43 pálya, hát azt a megkétszerezem, meg fú. 3 darab multiplayeres achievement van, vagy trófea. Az egyik az, hogy játszunk egy checkpoint race-t, aztán játszunk egy crate combo-t, illetve játszunk egy pályán keresztül a pass and play módban. Erről volt egy külön videóm, a multiplayerről szól. Igazából csak ki kell őket próbálni, egyszer játszunk vele aztán. Van 2 darab befejezésről szóló trófeánk, az egyik azt kéri, hogy nézzük meg a 100%-osan befejezett játéknak a bónusz befejezését. Tehát amikor elérjük a 100%-ot, akkor megnézhetünk valamilyen bónusz befejezést. Ez benne volt így a Crash 2-be és a 3-ba is, ez nagyon király, hogy itt is itt van, és akkor itt van külön egy ilyen trófea is, hogy na nézzük csak meg mi újság. De ez még nem minden, ugyanis ha elérjük a 106%-ot, akkor pedig újra van egy ilyen trófea, hogy érjük el és nézzük meg a 106%-os bónusz befejezést. Hú, mik lehetnek ott, Nina, vagy Crunch, vagy a folytatásról, nem tudom, de vajon ha az összes relikvia kell, nem tudom, lehet, hogy a befejezés az így arany relikvia elég lenne, vagy a platina kellene, ez jó. És akkor eljutottunk az egyéb trófeákig, itt elég sok van, mert amit leírnak, azok nem tudom pontosan, hogy hol jönnének elő, ezért írtam így, hogy egyebet, és akkor mondom, hogy mi újság itt ezekkel. Van egy ilyen, ami azt írja, hogy elárultak a legjobb ellenfeled által. Na most ez egy történetbeli is lehet. A következő, találd meg
a forrását a Bumpa Berryknek. Elvileg ez az a gyümölcs, ami az invertált módban van, tehát a sima módban, ahogy normálisan játszunk, Bumpa, invertált módban pedig Bumpa. De ez is érdekes, ez is szerintem ilyen történetes dolog, hogy találjuk meg a forrását. Lehet akkor úgy megyünk a pályán, és akkor ott lesz, de ez a sima módban, vagy hogy hol lesz, nem tudom. Aztán a következő, hogy ijesszünk meg egy macskát, aki éppen el akar bújni egy partiról. Lehet, hogy ez egy pályán van, és akkor ott találunk egy macskát, neki kell úgy pörögni, vagy menni, valami ilyesmi. Van egy ilyen trófea, ami azt kéri, hogy célozzunk és lőjünk. Na itt most nem tudom, hogy most akkor egy repülőgépből, vagy hajóból, vagy mit kell itt célozni és lőni, vagy a Wumpa ágyú, vagy ez csak egy átvezető videó lesz, nem tudni, de ez is egy ilyen egyéb. Következő kicsit hasonlít ehhez, hogy gyakoroljunk a célzásunkkal, do some target practice. Lehet, hogy itt akkor ez utána lesz, hogy gyakorolhatunk a lövésekkel, lehet összekapcsolódik. A következő az pedig az, hogy egy szokatlan helyen csináljunk zenét, és a címe a trófának az, hogy Junkyard Jams, szeméttelepi zenék vagy dallamok, és szerintem ez engine-nel lesz kapcsolatos, ott lehet, hogy mondjuk valamilyen szemetes dobozokkal kell zenét csinálni, vagy valamit, tehát hogy valamilyen zenét kell létrehozni. Lehet, hogy ez benne lesz ugye a játékmenetben, és ahogy a boss-t akarjuk legyőzni, de itt van egy ilyen trófea. Aztán itt van a WoW yeah trófea, valami olyasmit kér, hogy fogjunk egy rakat bumpát, ez is a bumpa gyümölcsel kapcsolatos. Aztán van két ilyen embryós és engine-es trófea, ami azt kéri, hogy fogjuk be embryó száját, meg fogjuk be engine-nek a száját. Itt most nem tudom, hogy neki kell dobni valamit, vagy meglökni, vagy hogy lesz, de valamilyen interakciót szerintem kell vele csinálni. És nem ez a vége, tehát hogy voltak azok a bossos trófeák, na ott volt az, hogy na győzzük le, de itt, hogy ez, hogy most szóljunk rá valamit, hogy csendben maradjon, ez szerintem egy külön dolog, valahogy más kell, úgy gondolom. Aztán van egy ilyen, hogy csinálj egy kis hangzavart, na ez is szerintem olyasmi, mint az engine-es pályán lenne, vagy valamit, ott valami hangzavart kell csinálni, úgy gondolom. Ez az ötletem, és az utolsó trófea, ami itt van, az, hogy tölts egy kis időt azzal, hogy szörfölsz, na itt most a kép az ilyen tévés, tehát nem tudom, hogy most a tévén kell állítgatni a csatornákat, mert az is ilyen szörfölés, vagy pedig tényleg szörfölni kell valahogy. Ez egy jó kérdés, viszont azért elég sok infót szereztünk ezekből, és akkor megtudtuk, hogy hogyan álljunk neki a játéknak, lesznek itt ezek a további trófeák, amikre majd visszatérek, hogyha tudok. Úgy, ahogy már megszokhattátok az Ancient Trilogy-ba is, most is szerzem meg az összeset, és most már nincs menekve is, mert a Crash Team Racing-be úgy volt, hogy nem fontos a fejlesztőket legyőzni, mert nincs olyan trófea. Itt viszont ezt a tökéletes, őrületes időket el kell érnem, mert itt van a trófea, jaj. Szóval kívánjatok sok szerencsét, és akkor találkozunk holnap, amikor kezdődik a Crash 4 végigjáték.